pásztor József is azt nyilatkozta abban az időben, hogy a Barcelonába kéne játszanom, mert ott mindig kerestek mindenhonnan, de hát engem nem nagyon érdekelt, mert jó volt egy-két, hogy jól éreztem magam külföldön, de én magyar vagyok, én itt érzem jól magam. Kipróbáltam volna magamat egy német bajnokságba, mint ott volt a példaképen, úgyis a Thomas Hessler, egy spanyol bajnokságban is kipróbáltam volna magam. Ahol futba, Franciaországba. De hát már ez van sajnos. Lehet, hogy a kikerülök hamarabb, nem ebbe a közegben övök fel, amit volt Magyarországon, nem. Lehet mondjuk egy Ausztriába, egy Spanyolországba, akkor lehet, hogy most nem sokan beszélnének a Messiről. Ám Messinek nem kell manapság olyan démonokkal megküzdenie, mint annak idején a magyar labdarúgóknak Békés Csabán. Fegyelmezetlen voltam, cigarettáztam, sőt, ha kellett, akkor buliztam is. Ha nem volt kedvem, nem mentem edzésre, volt kedvem, akkor mentem. Mindig öntörvényű voltam, csak valahogy ezt elnézték, valahol nem. Azért volt jó az a csapat, mert egységes volt. Ismertük a gondolatunk, igaz, hogy reggeltől estig együtt voltunk, mindenhol. Ha kellett, kocsmáztunk, ott voltunk együtt, ott beszéltük át a futballt, kellett a pályán, de végig reggeltől estig együtt volt. Nagyon nagy csapategységet alkotott ez az alkohol. A fogyasztásban biztos, hogy az első ötben nem voltam benne. A Fradi ellen játszottunk volna, és bejelentettem, hogy megyek a Vasasba, én már nem játszok többet a Békés Csabába, és elmentem kocsmázni, ahogy szoktam, billiárdoztam, kocsmáztam, és akkor jöttek hajnalba a többiek, két játékos, és reggel 6-ig könyörögtek, hogy játszak, addig azért legurult egy kis alkohol, kis viszki, nem is kevés, és akkor már részegen rá tudtak beszélni, és akkor bementem az öltözőbe, zuhanyoztam, és akkor jött a Fradi, és kaptak egy ötöst. Mivel leálltam az alkohollal, mivel Békés Csabán alkohollal futballoztam, jöttek az elvonási tünetek, egy év alatt tisztultam ki, és egy év múlva már megint toppon voltam. Nekem se esett jól az alkohol. Csak nem lokadtam ki. Ha volt olyan, aki kilógott, de az meg is látszott, az nem is játszott a csapatban. Ült a kispadon, pedig utánpótlás válogatott volt. Az volt a taktika, hogy üljek a kispadon, nézzem ki az ellenfél gyenge pontját, bemegyek a második fél időbe, és megnyerem a meccset róla, és kész. Ennyit kellett csak csinálni. Mennyire jött be? Bejött, mert azért hoztam 9 meccset, simán bejött, csak egy idő után zavart, hogy rosszabb játékosok játszanak a pályán, én meg ülök a kispadon. Így került piros-kékből végül zöld-fehérbe, kirúgási indokként felrót balhéból pedig a megbecsülésbe. Elvileg volt egy balhém, hogy a Komjáti András azt nyilatkozta, hogy összeverekedtem a legjobb barátommal az aranyosra edzéssel, ami nem volt igaz. A végén azért kiderült, hogy a Lotto cég igazgatója lett a szponzor, a főszponzor, meg ő lett a Vasas szakág igazgatója, és ő kiadta neki, hogy akkor lehetsz edző, hogy engem kirúg. Meg még egy játékos, egy Galasek Péter. És azt hozzá kell tennem, hogy a Lotto cég igazgatója az egyik játékos társamnak a rokona. És majdnem a legkedvesebb játékos társamnak, idézőjelben mondva. Ezt szoktam mondani a játékos társaimnak, a régieknek, meg az újaknak is, hogy a legnagyobb tiszteletet a Ferencvárosba. Addig nem szerettem a Fradit soha, mert hát Debrecenben is azért Fradi ellenes, Vasasban főleg, de mondtam nekik, hogy ahogy mondják, hogy a Fradi az egy külön világ Magyarországon. És ezt én megéreztettem, és köszönöm is a Fradi szurkolóknak, a játékosoknak, hogy ezt megismerhettem. Azt mondják, hogy a Fradi szurkolók állatok. Ilyen tiszteletudó embereket, meg az a szeretet, ami az ember felé árult. A Vasasban is nagyon szerettek, de az egy más világ, az egy más közeg a Ferencváros. Fradi előtt kim voltam Görögországban, meg is állapodtam egy X nevű görög csapattal. Sajnos politikailag visszarendeltek Magyarországra, hogy a Fradiba kell játszol. Ég és föld edzés munkába, ég és föld különbség volt. Kimentem, és az első edzésnél már megdöbbentem, hogy hova jöttem én. Eddig azt hittem, hogy itt keményen edző, és ha kimentem, és azt hittem, hogy meghalok az első nap már. Ég és föld különbség van. Mentalitásban is, ahogy a játékosok hozzáállnak az edzés minőségbe is.
jó, de körülmények között is égésföld különbség van. Csak a pénzért mentem volna. Már akkor igaz, hogy 36 éves voltam Görögországba, csak azért mentem volna. Megbánni. NB1-es játékos lettem, válogatott játékos, évjátékosa. Mindent elértem, amit lehetett Magyarországon. Ezt nem bánom, hogy így éltem, inkább azt bánom, hogy a világ nem ismert meg. Ha az ember gazdag gyerekeket edz, nem gazdag gyerekeket, aki meg tudják fizetni a tagdíjat, akkor nem kéne mellette semmit csinálni. De mivel nálam szegény gyerekek futballoznak a 90%-ba, akik van olyan, aki nem is tud kajálni se, van, amikor én veszek meccselőt, egy Balaton szeretnék, hogy tudjon enni, mert kutyát nevelnek, ma vagy 50 kutyájuk, és inkább azoknak adnak kaját, mint a gyereknek, így nem lehet megélni. Persze, így csinálni kell már. Kiszállító vagyok egy cégnél, el vagyok, dolgozok napi 3 óra hosszát, és télen soha nem dolgozok, csak jó időben. De mondom, 3-4 hosszát is nekem az bőven elég. Az edzések mégis különlegessé teszik a mindennapokat, hiszen ilyenkor magára húzhatja szeretett klubja a Vasas mezét. És hogy ez milyen érzés? Nagyon jó érzés. Hát én őt zártam a szívembe, játszottam a legtöbbet. Szerettek is, nagyon a szurkolók, ott is lakok a pálya mellett. Hiányzik. De hát megöregettünk, és el kell fogadnunk. A játéktól nem tud elszakadni, a mai napig erősíti a csillaghegyi együttest 47 évesen is, nem mindig ideális körülmények között. Érdekes, hogy tudják ki vagyok 90%-ban, sokan tisztelnek, de van olyan, aki kihasználja azt, hogy ő hátvéd is sokszor belém rúg. Nem is az a célja, hogy leszereljen, csak hogy belém rúgja. Mert azért egy válogatott játékosba belerúgni azért ez egy öröm. Az én gyerekkoromban nem volt tévé. Volt egy családnak, mondjuk 100 családból, nem volt számítógép. Nem volt ennyi kocsi, nem volt. Csak a gazdagot tehetünk, hogy kocsijuk van. Így mi maradt? Labdarúgás. Ez egy család ünnep volt, hétvégén bajnoki meccs, kiment az egész család, és meccs után kaja, minden, és ez tényleg egy ünnepnap volt minden meccs. Hát most már nem. Most már az a lényeg, hogy rajtam legyen a mez, balot el is érom belőve, és akkor nagy játékos vagyok. Van egy 70 ezeres cipője, és akkor biztos, hogy jó játékos. Ő azt hiszi, de hát nem lesz. És miben tudod a te srácaidat a jó irányba terelni, hogy ne ezek legyenek a fontosok? Én is szoktam játszani velük, és látják azt az alázatot, azt a szeretetet, hogy futballozok, és ha ezt az alázatot, szeretetet megtanulják tőlem, már ez is nagyon sokat jelent. Őrültnek kell lenni, az biztos, és aki őrült, annak biztos, hogy van valami hibája. Hogy mondjam, ezek a gyerekek nagyon szeretik a futballt, de mégis hiányzik belőlük az, mint a többi régi játékosból is. A tudás. A régen magyar játékosokkal vele született egy olyan adottság, hogy improvizált. Na hát azt most már nincs. Azt felejtsük el. Sehol nem tanítják, hogy a játékos hogy tanul meg cselezni, mert magunktól tanultunk meg. És ezt már kiölik a kisgyerekből, már 10 évesen nem lehet cselezni, mert egyből bekiabba az edző, hogy mit cselezel, passzol, már ott van melletted. Az nem futball. Itt a 14 éves korban játékosok utálják a labdarúgást. Már kötelezőnek hiszik, hogy kötelező edzésre járni, mert már nem élvezik a labdarúgást. És pont a Vasasban példáloztam vele, hogy néztem a U14 edzését, meg ott voltak 7 éves gyerekek, és a szülők kérdezték, hogy Zoli, mi a gond ebben az U14 csapattal? Hát mondom, csak annyi a gond, hogy nézzetek oda, nézzétek meg a 7 éves gyereknek a fejét, meg a 14 éves, és ennyi a különbség. És néztek, hogy ez vigyorokba futottak, ezek meg labdáztak, de undor. Azt mondják, hogy undorodnak a labdától, hát igen. Ezek még szeretnek, ebből már kiölték. Ennyi különbség van.